Sziasztok srácok, kellemes napot mindenkinek! Úgy látszik, hogy ez a mai nap ilyen robbantós nap, ugyanis nem csak a Rift kapu és az égen lévő Rift robbant fel, hanem megkaptuk az első hivatalos teasereket, és még Battle Pass leaket is kaptunk a mai nap folyamán. Na de ennyire, ne rohanjunk előre! Először is megkaptuk a mai nap folyamán az új Outbound Challenge-eket, amivel most már tényleg a Rift kapu teljes mértékben elpusztult, és az égen megjelent az a nagy Rift robbanás, amiről beszéltem. Ami biztos, hogy nagyon jól néz ki és látványos, és egy kicsikét chapter egy feelingje van, kíváncsi vagyok, hogy Season 2-re el fog-e tűnni. Most pedig nézzük meg, hogy mit is tudunk Season 2-ről. A Chapter 4 Season 2-nek a címe Mega lesz, elég furán hangzik, de ezt a címet kapta. Az első hivatalos teasert tegnapi nap folyamán kaptuk meg, ahol a Fortnite buszt lehet látni szokásosan, annyi kivétellel, hogy a háttérben nem égbolt van és felhők, hanem egy lilás effekt. Ezzel is arra utalva, hogy a következő season ilyen neonos lesz és ilyen futurisztikus. Játékon belül is kapjuk folyamatosan a teasereket, ugyanis a Chipper Challenge-ekkel különféle posztereket kell kirakni a szigetre, és ezen a poszteren meg lehet, hogy már az új Mega City nevezetű helyszínt lehet majd látni. Ugyanis kiderült, hogy a következő seasonben lesz egy olyan helyszín, hogy Mega City. Elméletileg ez egy brutál nagy ilyen neo-tokiós város lesz, és elvileg nagyobb lesz, mint Neo Tilted. Most pedig jöjjön a mai teaser, ami az első skint, Thundert leplezi le. Azt már ugye tudtuk, hogy érkezni fog egy gyíkszerű lény, egy komodói sárkány, most már viszont 100%, hogy érkezni fog, és Thunder lesz a neve. A teaser alapján egy étteremben dolgozik, és úgy látszik, hogy ennek a skinnek elég sok stílusa lesz, ugyanis eredetileg úgy tudtuk, hogy fekete style lesz, ugye egy piros kabátban, de lesz fehér verziója is. És most már játékon belül is hivatalos, március 10-én fog indulni a következő season, nem pedig 9-én. Érdekes módon a Battle Pass-ban azt írja, hogy 8-án vér véget, nem tudom, hogy lesz-e fekete lyuk vagy szerverleállás, vagy egyáltalán 9-én lehet-e játszani. Minden esetre az új season március 10-én indul. Most pedig térjünk vissza a gyíkra. Tudjuk, hogy a gyíknak a csákánya ez lesz, így fog kinézni. A backblingje az éttermi logója lesz, amilyen neonos lámpa. Ez a motor pedig a glidere lesz. Igen srácok, ez a glidere lesz, nem pedig egy új jármű, mindenki azt hitte Twitteren hirtelen, hogy ez majd az új motor lesz, amit ugye mondtak, de ez egy glider. Ez pedig a skinnek a graffitije lesz. És ha ez nem lenne elég, egy játékon belüli Battle Pass képet is leakeltek, ahol a gyíkot lehet látni, és ugye ott lehet látni a motor glidert is, ami ingyenes lesz, szóval aki esetleg nem veszi a Battle Pass-t, az ingyen meg tudja szerezni. A kép alapján egyébként sok minden kiderül, hogy a Battle Pass rendszer marad, ami most bejött Chapter 4-ben, illetve a Thunder gyíkhoz a 26-os szintet kell elérni, ha fel akarjátok oldani. Szóval ez a skin eléggé a Battle Pass elején lesz. Azt ugye tudjuk már, hogy az Attack on Titan-es Eren a titkos karakter lesz, de ugye őt még nem tudjuk, hogy hogyan fog kinézni játékon belül, vagy egyáltalán milyen cuccokkal fog érkezni, igen ez a kép ez nem hivatalos, hanem fanmade. Azt is tudjuk már, hogy ez a legyezős csaj a tier 100-as skin lesz a Season 2-ben, eléggé meglepő, hiszen nem erre számított szerintem senki, de úgy látszik, hogy rengeteg stílussal fog érkezni, és eléggé sokat kell várni, hogy megszerezzük. Ez a lángoló fejű skin pedig a legelső skin lesz, amit megkapunk a Battle Pass-szel. Eléggé meglepő, pedig én esküszöm ezt mondtam volna, hogy ez lesz a tier 100-as, de nem, őt egyből megkapjuk, amint megveszük a Battle Pass-t. A baloldali kozmikus samurai skin a Page 8-on lesz, szóval az utolsó előtti skin lesz a Battle Pass-ben, a jobboldali skin pedig a Page 4-en lesz. Eddig elég érdekesen indul ez a season, hiszen nagyon-nagyon sok mindent tudunk már, így hogy még el sem indult, és már az Epic Games is rakja ki folyamatosan az új dolgokat, a backblinget, csákányt, szóval a Battle Pass-t teljes mértékben úgy látszik, hogy ki fogják leakelni 10-ig, viszont azt ugye még nem nagyon láttuk, hogy milyen lesz az FPS mód és a falonfutás. Ne felejtsétek el, ha nyerni akartok egy Season 2-es Battle Pass-t, akkor küldjetek bármit az Item Shop-ból vásárolva a Discord szerveromra, és van esélyetek nyerni egy Season 2-es Battle Pass-t. Én viszont srácok mára mentem, ha tetszett ez a mai videó, akkor dobtok egy lájkot, iratkozzatok fel, amíg nem vagytok, én viszont mára mentem, Ingo Színrader voltam, sziasztok!